G Y Ö G Ö G D Ö M G Gyötör M E K Szói. Megszokott tevékenység a Hajdúdorogi Fehérbot Alapítvány Hajdúdorogi Elemi Rehabilitációs Központjában. Boros Lajos 8 évvel ezelőtt vesztette el látását súlyos cukorbetegsége következményeként. A hozzá hasonló embereken segíthet a Fehérbot Alapítvány elemi rehabilitációs szolgáltatása, ahol újra tanulhatják az életet, az életvitelt segítő eszközök sajátos, vakos használatát. Mindezek mellett fontos az a pszichológiai tanácsadás, amely segít elfogadni, megtanulni a megváltozott élethelyzetbe kerülést. Nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ilyenkor a látássérülté vált emberek, különösen ugye a felnőtt korban, hiszen addig egy nagyon aktív életet éltek, dolgoztak, a családi életből kivették a részüket, önállóan jöttek, mentek, intézték az ügyeiket, a látásvesztéssel viszont elveszítették ezt a szerepüket. Teljesen izoláltakká válnak, elveszítik a kapcsolataikat, elveszítik a munkájukat, és bizony ez pszichésen nagyon megviseli őket. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy pszichológiai szolgáltatást tudjanak igénybe venni ezek az emberek, mert az a tapasztalat, hogy addig, ameddig a lelkükben nincs egy kis rend, nem tudják elfogadni valamilyen szinten ezt a látásvesztést, addig bizony a rehabilitáció nem lehet elég hatékony. A fehérbot a vakok jelképe. Vele tudják mindennapos közlekedésüket segíteni, mondhatjuk, ez pótolja a szemüket. A tájékozódás közlekedésnél beltéri közlekedést, kültéri közlekedést egyaránt tanítunk. Tanítjuk a fehérbot használatát, de ugyanakkor a gyengén látó, illetve kevésbé súlyos látássérültek esetén a BAR program használatát próbáljuk elsajátítatni a klienseinkkel. A bot használatát azonban meg kell alaposan tanulni, mondja Bodó Erzsébet. Test szélességben kell botozni, tehát jobbra és balra megfelelő szélességben kilendíteni a botot, és hogyha nem megfelelő ez a botozás szélessége, nem megfelelő technikákat sajátít el, mert nincs ott mellette egy szakember, berögzül ez a rossz technika, azt utána nagyon-nagyon nehéz kijavítani, és baleset veszélyes helyzetbe sodorja saját magát a látássérült ember. A tájékozódás, közlekedés mellett nagyon fontos az életvitelt segítő eszközök használata. Ezen a modulon, illetve programon belül a látássérült klienseink megismerkedhetnek olyan speciális technikákkal, módszerekkel, és nem utolsó sorban életvitelt segítő segédeszközökkel, amelyek biztosítják a balesetmentes konyhai sütésfőzést, vasalást, tűbefűzést tudnak, gombfelvarrást tudnak végezni a klienseink, de sorolhatnám még a pénzfelismerést, cipőtisztítás, rendszerezés, jelölések, tehát nagyon-nagyon tényleg széles skálán mozog az, hogy mit tanulhatnak, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a kliensek igényeihez igazodik az oktatás. Tehát nem erőltetjük rá az ügyfelekre azt, hogy most mit kell tanulnia, hanem megkérdezzük, felmérjük, hogy milyen igényei vannak, és ez alapján tervezzük meg a tanulásnak a folyamatát. Egykoron, és persze még ma is nagy szerepe volt a tájékozódásban a braille írásnak és olvasásnak. A braille írás-olvasás során a újak érzékelését is fejlesztjük, ugye tapintási érzékfejlesztésére is sor kerül. A braille írás helyett ma már egyre népszerűbb a vakbarát számítógépes programok használata. Az elemi rehabilitáció keretében lehetőség van a számítógépes ismeretek elsajátítására is, amelyet Karcagi Márta, aki maga is látássérült, tanít nekik nagy-nagy türelemmel. Miután megtanultam a JAWS felolvasó program segítségével a számítógépet kezelni, megpróbálom azokat a módszereket, illetve azt a tudást átadni alapszinten az én sorstársaimnak, amit én annak idején Debrecenből vak kollégáktól tanultam. Mi alapvetően billentyű kombinációkkal, billentyű parancsokkal dolgozunk, és itt Hajdúdorogon 7 ügyféllel dolgozom együtt, illetve Hajdunáláson is egy kihelyezett telephelyen, a Vöröskeresztes Iroda mellett, ott is dolgozom 3 hajdunálási illetőségű klienssel. Az internet, mint a látók számára is, úgy az ő számukra is kinyit egy ablakot a nagyvilágra.
kinyílik a világ számukra. Megtanítom velük a számítógép kezelését, a billentyűzet kezelését, majd szövegszerkesztést tanulunk velük, könyvtárszerkezetet, és majd kilépünk az internet világába is, ahol például, mint majd ma is, Vakbarát hírportált is olvasunk, ami olyan, minthogyha egy újságot venne a kezébe a látássérült vagy a vak ügyfél, és természetesen a billentyű kombinációk segítségével fel tudja olvastatni a JAWS hangos programmal. Az informatikai ismeretek elsajátítása lehetőséget teremt számukra a munkavállaláshoz is. Hogyha megtanulják a számítógép kezelését, akkor akár nyomdai munkahely által létesített programban is részt vehetnek, és akkor ott nyilván majd egy adat feldolgozással is foglalkozhatnak, ami gyakorlatilag számukra egy munkalehetőség, megfelelő munkaidő letöltésével és keresethez tudnak jutni. Illetve vannak internetfigyelőink, pályázatfigyelőink is, akik nyilván majd, ha megtanulják a számítógép kezelését, akkor bárhol, bármilyen munkahelyen tudnak ezzel foglalkozni, és akkor munkalehetőséget tudnak vállalni. Az elemi rehabilitáció, mint hallottuk, folyamatos. Fenntartása, működtetése különböző pályázatoknak köszönhető, mint például ez a mostani is. A jelenlegi pályázatunkat hazai forrásból tudjuk szerencsére megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja ezt a pályázatot, ezt a programot, illetve a fogyatékos személyek esélyegyenlőségért közhasznú non-profit Kft. Az, aki irányítja és felügyeli. Ez a pályázat 2018. október 1-től 2019. szeptember 30-áig tart. Jelenleg 2 megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú-Bihar megyében szolgáltatunk. 3 telephelyünk van, úgymond. Nyíregyházán és Debrecenben szolgáltatnak a kollégák, illetve itt Hajdúdorogon a központunk van, de lehetőség szerint azért a kollégák a megyében lévő, tehát a kisebb településeken élő látássérülteket is megpróbálják ellátni otthontanítás formájában. Az elemi rehabilitáció szolgáltatásai a kliens egyéni képességeire épülnek, személyre szabottak és térítésmentesen vehetők igénybe. Bővebb információt a www.fehérbot.hu weboldalon találhatnak.